Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnapel televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A média szerepe a Kárpát-medencében, külhonói újságírók találkoztak Tengericen. Egyre több a migráns, három nap alatt 53 illegális bevándorlót és 4 embercsempész fogtak el Tolna megyében. Királyi gasztronómiai est, a környező népcsoportok és a bátaszéki civil szervezetek ételkülönlegességeit kóstolhatták a résztvevők. A hobbiuk, a szenvedélyük, automodellezők edzenek a szekszárdi Pollák pályán. Tizenhatodik alkalommal tartották meg a határon túli újságírók találkozóját, ezúttal Tengericen. A konferencián szó volt a külhoni magyar nyelvű sajtó fontosságáról, a szakma időszerű feladatairól és kihívásairól is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a kormány sokat tesz azért, hogy megerősítse a médiát itthon és külhonban egyaránt. 2005-ben jött létre az a határon túli magyar újságírói szervezet, ami elsősorban a nyomtatott médiumok képviselőit fogja össze. Az elmúlt hétvégén Tengelicen rendezték meg immár 16. alkalommal a találkozójukat. A program egyik díszvendége Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője volt, aki elmondta, hogy nagy szükség van erre az egyesülésre, hiszen az újságíróknak kiemelt szerepe van a közvélemény formálásában. Az elmúlt években a kormány nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a Kárpát-medencében és minden egyes régióban meg tudják erősíteni a média szerepét. Az elmúlt években sokat tettünk annak érdekében, hogy a magyar médiát a Kárpát-medencében és minden egyes régióban meg tudjuk erősíteni. Öröm látni azt, hogy olyan újságírók vannak itt, akik én gondolom, hogy a tevékenységünket valahol díjazzák, és sok esetben barátként is tudunk egymással beszélgetni. Én a személyes munkámhoz is egyébként a médiumok részéről az elmúlt években nagyon nagy segítséget kaptam, és ezt köszönöm. Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, a szombat délelőtti előadáson elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar közösségek összefogjanak, az őket tájékoztató újságírók pedig pontos, hiteles információkkal lássák el őket az anyaország politikájáról, nemzetpolitikájáról. A kormány célja, hogy mindenki a saját szülőföldjén tudjon élni, boldogulni és gyarapodni. Ezért is biztosítja a magyar kormányzat nagyságrendekkel, nagyobb támogatásával, gazdasági támogatást, szociális, hiszen a Köldökzsinór program például határon túl is érvényesíthető. A rendezvényen átadták a messzelátó díjat is, amit idén Potápi Árpád János kapott. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik előrelátóan tudnak gondolkodni és tenni azért, hogy a magyarság helyzete itthon is és külhonban is stabil és erős legyen. 3274 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétvégén idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 836.389 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 51, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.402 főre emelkedett. 908 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 121-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.934.000-en kaptak. Tolna megyében 27 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 3 napban, így a járvány kezdete óta összesen 18.026-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén igazolhatóan. Több mint 50.000 család igényelt már otthonfelújítási támogatást összesen mintegy 65 milliárd forint értékben, jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A közösségi oldalán megosztott videójában kiemelte, hogy a családok otthonfelújítási támogatását hamarosan születő gyermekkel is lehet igényelni. Az akár 3 millió forint nem visszatérítendő támogatás mellett kedvező kamatra 6 millió forint otthonfelújítási kölcsön is igényelhető. Hogyha van egy gyermekük, vagy legalább az első baba már úton van, és van otthon bármi olyan felújítandó dolog, akár a konyhában, a fürdőszobában, a tetőszerkezetben, vagy a kerítésnél, ami sok pénzbe kerül, akkor ehhez igénybe vehetik ezt a 3 millió forintos, vissza nem fizetendő támogatást. Ráadásul, hogyha most nincsen meg ez a pénz, de tudják, hogy később lesz olyan bevételük, amiből ezt tudnák finanszírozni, akkor igénybe vehetnek egy 6 millió forintos otthonfelújítási kölcsönt is, kedvező kamatozás mellett.
53 illegális bevándorlót és 4 embercsempészt fogtak el mindössze 3 nap alatt a Tolna megyei rendőrök. Szombat reggel egyetlen akció során 30 migráns bukott le. Pintér Sándor belügyminiszter szerint utoljára 2015-ben volt ehhez hasonló migrációs válság, akkor 391 ezeren érkeztek Magyarországra mindössze néhány hónap alatt. Ezeken a felvételeken jól látható, ahogy Magyarország határain próbálnak átjutni a migránsok. A kiérkező egyenruhásokat pedig kövekkel, húsángokkal támadják. A videót a kormány hivatalos Facebook oldalán osztották meg néhány napja. Az elmúlt hétvége során Tolna megyében összesen 4 alkalommal 53 illegális határátkelőt és 4 embercsempészt fogtak el. Többek között szombaton reggel az M9-es úton egy futárcég kocsijából ugrott ki és szaladt el több mint 30 magát szír állampolgárnak valló illegális határsértő. Őket fél órán belül elfogták az egyenruhások. Továbbá még aznap este egy török embercsempészt is letartóztattak a rendőrök. Egy török embercsempész egy személygépkocsival szállított magát kurd állampolgárnak valló személyeket. Ők heten voltak. A török embercsempészt kollégáim elfogták, előállították, majd őrizetbe vették. A migránsokat pedig visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Vasárnap pedig a szekszárdi buszpályaudvaron fogtak el egy migránst, mondta el a szóvivő. Pintér Sándor belügyminiszter szerint utoljára 2015-ben volt ehhez hasonló bevándorlási válság. Akkor közel 400 ezeren érkeztek az országba. Most a mai napig ebben az esztendőben több mint 83 ezeren próbáltak meg átjutni a magyar határokon és megközelíteni Nyugat-Európát. Reményeink szerint el fogjuk fogni azokat a támadókat, akik erőszakos módon a járőrök testépségének a veszélyeztetésével és a gépjárműveink veszélyeztetésével támadják a határt. Pintér Sándor továbbá elmondta, hogy közös járőrszolgálat indult a szerb-magyar határon a migráció megfékezése érdekében. Teljesen kiégett és lakhatatlanná vált egy családi ház Szakcson. A lányokat dombovári tűzoltók fékezték meg, 3 kocsival is a helyszínen dolgoztak, ám az épületet így sem lehetett megmenteni. Az ingatlanban egy 4 tagú család lakott, ők ideiglenesen a rokonaikhoz költöztek. Hosszú idő után újra a paksi atomerőműben tett látogatást a TEIT ellenőrző bizottsága. A pandémia eddig nem tette lehetővé a csoportnak a személyes látogatást, de most több területen pótolták az ellenőrzést. A TEIT egyik fő feladata az ellenőrzés, amelyet ismételten elvégeztek a paksi atomerőműben. Az ellenőrző bizottságnak lehetősége nyílt belépni a nukleáris területre, ahol a védelem működésével ismerkedhettek és ellenőrizték annak magas színvonalát. A védelmi pontot mutatták be, azt ismerhettük meg, valamint itt az atomerőműben lévő tűzoltó laktanyába tettünk egy szemlét. Ismét megbizonyosodhattunk, és megbizonyosodhattam én is arról, hogy mennyire a biztonság az elsődleges az atomerőmű működésében. Sokszoros olyan elemek vannak beépítve, amely a biztonságos üzemeltetést és a biztonságos működést biztosítják. A bizottság tagjai megtesznek mindent annak érdekében, hogy minél szélesebb ismeretet szerezhessenek. A bejárások során megismertük az erőmű működését és a különböző részeit, de mindenféleképpen újdonság volt számunkra betekintést nyerni itt a védelmi irányítási rendszerbe. Ugye a tájékoztató rendszert is ismerjük, a működését ismerjük, de így közelről megtekinteni ennek a módját, a vezénylési módját, a technikai paramétereit, a feltételeit, a működését, ez mindenképp érdekes volt számunkra. A bizottság tagjai számára fontos a tájékoztatás, mindent meg is tesz a társulás ennek érdekében. Kiemelten ellenőrzik a virág- és koszulóárusokat az adóhatóság munkatársai ezen a héten Tolna megyében. A revizorok vizsgálják az üzletekben és közterületeken is a nyugdíj számladást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét is. Ellenőrökre elsősorban a városokban, valamint Faddon, Nagydorogon és Simontornyán kell számítani. Ismét megtelt a bátaszéki sportcsarnok az idei királyi gasztronómiai esten. A vendégek többek között a városban élő népcsoportok hagyományos ételeit és a helyi civil szervezetek finomságait kóstolhatták meg. A vacsora bállal zárult. A szervezők elmondása szerint a program egyik fő célja, hogy felelevenítse és megőrizze az egyes nemzetiségek hagyományait, szokásait. A királyik egy kisugárzása folytán megkülönböztetett szeretettel köszönti Cikábor, avagy más néven Székmezőváros tekintetes bíráját és esküdtjeit.
Így köszöntötte a bátaszéki királyi gasztronómiai est résztvevőit II. Géza király. Galuska, málé, kacsasült és még számos hagyományos nemzetiségi ételt kóstolhattak a vendégek, illetve a helyi intézmények és civil szervezetek különlegességei közül is válogathattak a résztvevők. Azonban a reformkonyha ízei sem maradtak le a terítékről. Két évente októberben megrendezzük a királyi gasztronómiai estet. II. Géza feleségével, Eufrozinával és a csökkentett udvartartással megjelenik, és fogadja a hódulatot, illetve azokat az étkeket és finomságokat, desszerteket, főételeket, nedűket, amelyeket a bátaszékiek kínálnak kóstolásra a mai este folyamán. És ha mégis húsra fájna a foga, csupán némi nemes szárnyas jöhet szóba. A program egyik célja, hogy felelevenítsék, megőrizzék a hagyományokat, illetve a fiatalok betekintést nyerhetnek az idősebb generációk étrendjébe. Bodojné Csibi Anna, a bátaszéki székelyek baráti körének tagja szerint a rendezvénynek köszönhetően az egyes nemzetiségek jobban megismerhetik egymás kultúráját. Nagyon sok mindennel készültünk. A székelyek jellegzetes étele az a töltött káposzta, a galuska, ahogy mi mondjuk, de emellett még számtalan étel, tejfölös csürkét, édességeket, almás kalács, túrós kalács, kútban költ kifli, ami egy nagyon különleges étel, mindenkinek kóstolni, meg kell kóstolni. Nagyon finom pálinkákat hoztunk, nagyon finom borokat hoztunk. A bátaszéki királyi gasztronómiai est bállal zárult. Márki-Zay Péter nyerte az előválasztás 2. fordulóját országosan és Tolna megyében is. A Mindenki Magyarországa mozgalom elnökére 5504-en voksoltak az országnak ezen a részén, míg Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció jelöltje 5017 voksot kapott. Az előválasztás 2. fordulója során összesen 656.743-an járultak az urnák elé. 11 éve alakult a Szekszárdi Spurkerék Modellező Sportegyesület. Mára már 28 taggal büszkélkedhetnek, sőt azt is elmondhatják magukról, hogy civil összefogás eredményeként az ország egyik legjobb modellező pályáját építették meg a Tolnai megye székhelyen. 11 évvel ezelőtt alakult meg a Szekszárdi Spurkerék Modellező Sportegyesület azzal a céllal, hogy összefogják azokat, akik modellezéssel foglalkoznak, viszont nincs lehetőségük arra, hogy hobbiuknak rendszeresen hódoljanak. Kezdetben nem volt területük, ahol edzeni tudtak volna, így megkeresték a Szekszárdi Sportközpontot, és az ő támogatásukkal kapták meg a Pollák pálya régóta nem használt területét. A szabadidősportot bárki elkezdheti, korra, nemre való tekintet nélkül. Ha tetszik, akkor semmi akadálya, az Egyesület pont ezért jött létre, hogy segítse a környékbeli modellezőknek a hobbis tevékenységét, és ebben mindent meg fogunk tenni, hogy itt Szekszárdon visszahozzuk azt a modellező életet, ami eddig is volt. Bánki Dávid 4 éves kora óta jár édesapjával modellezni, legelőször 6 éves korában indult el versenyen, 10 éves korára pedig már dobogós helyezéseket ért el. Nagyon szeretek itt lenni, mert sok barátunk is itt van, meg így együtt ez így egy nagyon jó feelinget ad az egésznek. A szekszárdi pálya az egyik legjobb Magyarországon, az ország minden területéről érkeznek lelkes hobbisták, hogy a szenvedélyüknek hódolhassanak. Regionális híreink következnek. Baranya megye napját ünnepelték, díszpolgári címet is adományoztak Mohácson. Vándorkiállítás az Összödi beszéd 15. évfordulóján Pécsre érkezett a CÖV kamionja. Újhelyen a Konfúciusz Intézet komoly tervekkel készül a jövőre a pécsi kínai iskola. A Baranyai Megyenap nem csak a múltra való emlékezés, hanem az ott élők értékeinek, büszkeségeinek bemutatásának legnagyobb ünnepe is. Azok munkáját ismerték el a pénteki mohácsi eseményen, akik saját szakterületükön nagyban hozzájárultak a megye fejlődéséhez. A Baranya díszpolgára kitüntetést dr. András Falvi Bertalan professzor emeritus Széchenyi díjas néprajzkutató kapta. 1996-ban határozott úgy a Baranya megyei közgyűlés, hogy minden évben október 10-éhez közeli napon rendezik meg a megyenapot. A dátum nem véletlen, hiszen 1694. október 10-én adományozta első Lipót Baranya vármegye címerpecsétjét, így erre az alkalomra is emlékeznek egyúttal. A Baranya megyei önkormányzat minden évben más településen tartja a megyenapot, ezúttal a közelmúltban átadott mohácsi Selyemgyár kulturális negyedre esett a választás.
megkerülhetetlen küldetésnek tartom a baranyai identitás erősítését. Azt a patrióta tudat formálást, amely büszkén vállalja a szülőföld hagyományos értékeit, és tevőlegesen is hozzájárul ezeknek a megőrzéséhez és a gyarapításához. A baranyai értéktár működését ezért megújítjuk, szerepét a megye kulturális életében és közművelődésében erősíteni szeretnénk. Igyekszünk olyan tematikus programokat felkarolni és patronálni, amelyekkel a megye turisztikai, kulturális fejlesztéseit is generáljuk. Hargitay János országgyűlési képviselő miniszteri biztos beszédében kiemelte, hogy a most zajló nagy infrastruktúrális beruházások azok, amelyek a Mohácsi csata 500 éves évfordulójára a térségnek keretet adnak. A mostani jutalmazottak is saját szakterületükön nagyban hozzájárulnak a megye fejlődéséhez. Gyakorlatilag ez a program sor, amit megálmodtunk, ennek egy része már zajlik. Ezek nagy infrastruktúrális fejlesztések, de egyik se lenne még pályán, ha nem lenne a Mohács 500 része. A legfontosabb nyilvánvalóan ebből az autópálya befejezés, ami 24 tavaszára megvalósul. Most már tényként mondhatom, hogy a közforgalmi kikötő is épül, és gőzerővel halad az előkészítése a Dunahídnak és a rávezető utaknak. Ez az utóbbi egyébként egy nagyságrendekkel nagyobb beruházás lesz, mint az autópálya befejezése. Idén a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése Baranya díszpolgára címet adományozott dr. András Falvi Bertalan professzor emeritus, Széchenyi díjas néprajzkutatónak, a Pécsi Tudományegyetem néprajz-kulturális antropológia tanszék alapító tanszék vezetőjének, az első szabadon választott kormány művelődési és közoktatási miniszterének. Nem annak örülök elsősorban, hogy díjat kaptam, hanem annak, hogy azok a gondolatok és eszmék, amiket én szolgáltam, és meg akartam valósítani, és nem sikerült, azok azért mégis hatottak, és mégis elterjedtek, és valamit mégis megcsináltak belőle. A díszpolgári cím mellett 6 elnöki kitüntető díjat, valamint további 8 elismerést adtak át azoknak, akik munkájukkal öregbítik a térség hírnevét. Vérbefolytott szabadság címmel indítja útjára vándor kiállítását a Civil Összefogás Fóruma az összedi beszéd kiszivárgásának 15. évfordulója alkalmából. A korabeli dokumentumok felvételek alapján összeállított tárlat október 15-én Pécsre érkezett. A Civil Összefogás Fórum kamionja látható Pécsen a Széchenyi téren. A szervezet úgy döntött, vándorkiállítást rendez a 2006-os eseményekből, mely az 50 éve történt terrort idézi fel. Az 56-os forradalmat idéző ünnep alkalmával a hömpölygő tömeget terror alá vette az azonosító számmal nem rendelkező rendőrség, mondta Hoppár Péter fideszes országgyűlési képviselő. Ez egy skandalum volt Európában, hogy ez megtörténhetett, és aki akkor a kormányfő volt, és aki akkor az utasításokat adta, és aki miatt egyébként az akkori zavargások is kitörtek Budapest utcáin, Gyurcsány Ferenc volt. És ma már felnőtt egy generáció, akik nem tudják, hogy ez a Schneidig szemüveges, jó fejségeket mondó és tornacipőben mutatkozó ellenzéki politikus egyébként volt már miniszterelnök, és az ő idején ilyen terror uralkodott Budapest utcáin. A kamion ezt a múltat civil kezdeményezésre idézi fel, hogy soha többet ne történjen hasonló eset, hangsúlyozta a politikus. Az eseményen Georg Spöttler, a Nézőpont Intézet elemzője, biztonságpolitikai szakértő elmondta, a 2006-os esemény során a magyar rendőrök nem voltak felkészülve arra, hogy egy nagyszabású demonstráció, egy erőszakosabb tüntetés kialakulhat. 2006-ban Gyurcsány rendőrsége volt az, aki megbilincselt földön fekvő embereket, megvert, ujjukat kitörte, megrugdosták őket, fejmagasságban lőttek gumilövedékkel. Tehát ugye én is rendőrtiszt vagyok, a nyugat-berlini rendőrtiszti főiskolán kaptam a képzésemet, tehát ki van zárva, hogy fejre lőjünk gumilövedékkel, vagy könygázgránátokat lőjenek ki fejmagasságba, ezek alkalmasak az élet kioltására is közelről. A Vérbefolytott Szabadság című vándorkiállítás, mely az összödi beszéd kiszivárgásának 15. évfordulója alkalmából készült, október 16-án szombat délelőtt még megtekinthető Pécsen, a Széchenyi téren. Megújult környezetben a pécsi Mária utcában várják a hallgatókat a Konfúciusz Intézet munkatársai. A költözést új kezdetnek nevezte az iskola kínai igazgatója.
Wang Ziyang, a Pécsi Konfúciusz Intézet új igazgatója, egyike volt azoknak, akik eltervezték annak megalapítását. Mint mondja, biztos a Pécsi Intézet fényes jövőjében, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európában is egyedülálló módon a több ezer éves hagyományokra visszatekintő tradicionális kínai orvoslás az egyik fő profilja. A Pécsi Intézet munkatársai új környezetben, a Mária utcában várják ezen túl a hallgatókat. A költözés egy új kezdetet jelent, amely során folytatni szeretnénk a megkezdett munkát a hagyományos kínai orvoslás, a nyelv és a kultúra terén. Hosszú távú célunk, hogy a Pécsi Tudomány Egyetemen bővüljenek a kurzusok, és egy teljes egyetemi programként elindíthassuk a hagyományos kínai orvoslást. A Konfúciusz Intézetnek összesen 200-300 hallgatója van, akik jelenleg a kínai nyelv, a kínai kultúra és a hagyományos kínai orvoslás kurzusokat választhatják. Nagyon örülünk annak, hogy elköltöztünk. Egy új, összefüggő területen helyezkedik el most így az intézetünk. Sokkal láthatóbbá váltunk a hallgatók számára, így abban bízunk, hogy ez is egy tényleg egy mérföldkő a láthatóságunkban, hogy jobban látnak minket, tudják, hogy ott vagyunk, és így jelentkeznek majd a kurzusainkra, és tovább tudjuk tervezni az órarendünket. Az idei tanévben 4 új kínai oktató érkezett. Az önkéntes kistanárokat, a kínai orvoslás tanárokat és a nyelvtanárokat egyaránt az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem küldi Pécsre. Mi és a Konfúciusz Intézet valamennyi kollégája mindent megtett azért, hogy jól érezzék magukat, hogy megfelelő környezetben legyenek, hogy eligazodjanak a városban. Hát a gyerekek meg teljes szívvel segítik az ő munkájukat, tanítják őket magyarul, úgyhogy nagyon jó élményeink vannak. A felkészülésben pedig kifogástalanul haladnak előre. A két egyetem közötti kapocs a Konfúciusz Intézet. A cél a közös tudományos kutatások elindítása és a kapcsolat szorosabbra fűzése a Pécsi Tudományegyetem és az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem között. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. A média szerepe a Kárpát-medencében, külhonói újságírók találkoztak Tengericen. Egyre több a migráns, 3 nap alatt 53 illegális bevándorlót és 4 embercsempész fogtak el Tolna megyében. Királyi gasztronómiai est, a környező népcsoportok és a bátaszéki civil szervezetek ételkülönlegességeit kóstolhatták a résztvevők. A hobbiuk, a szenvedélyük, automodellezők edzenek a szekszárdi Pollák pályán. Kedden is változó vastagságú, szakadozott fátyol és réteg felhőzet szűri időről időre az októberi napsütést. Esőtől nem kell tartani, éjszaka is marad a nyugodt idő. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. A naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!